Idén első alkalommal 8 alkotó találkozhatott a Vajai művésztelepen. Linómetszetek, részkarcok, monotípia, a grafikai alkotások sokféle arcát mutatták meg a műhely munka során. A Honvédség kötelékében dolgozók és munkatársaik több évtizede foglalkoznak a képzőművészet valamelyik ágával, most együtt alkothatnak közel 10 napon át. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc tanítóképzőjének művészeti tanára Tamus István nyújt segítséget az alkotótábor munkájához. Ő grafikus, tehát úgy gondolta, ennek a műfajnak is áldoznak idejükből a tábor alatt. A témák pedig változatosak. Vaja, a vár, a szobor, park, az egy nagyon jó kiindulási alap, ezt meg lehet szépen fogalmazni, aztán itt a vegetáció, a növényzet, mert nem kell őket most mindenáron ebbe a tematikába bele zsúfolni, mert egészen más is csinálhat. Viszont ezt jövő január 21-e kultúrnapján be fogják mutatni, és hogy a vajai kötődés az kiderüljön, nyilván ebből a anyagból kell majd vajai művek erősíteni ezt a dolgot, hiszen ebből később akár képeslapok, egy több évre szóló művészteleknek az alapját lehet lerakni, ha most ez sikeresen alakul. Amellett, hogy mindenki hozott magával gyakorlatot és tudást, a táborban is tanultak újat. Nekem a linó és ez a részkarc, ez egy teljesen új technika. Én ezt így messziről láttam, de nem tudtam, hogy hogyan készül. Nagyon érdekesnek találom. Az alkotótábor anyagát a fővárosban is bemutatják, egy része pedig itt marad a Vajai Múzeumban. A hagyományt folytatjuk. Egy-két alkotást minden alkotótól befogadunk. Ezt leltározzuk, ezzel gyarapodik a gyűjteményünk, a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk. A második, harmadik munkákat pedig a katonák elviszik, és ott a dandárnál helyezik majd el. A műhely kiállítást szeptember 3-án csütörtökön nyitják meg a Vajai Vai Ádám kastélyban.